A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban mutatunk Önöknek kutyakiállítást, szót ejtünk kollégánk legújabb kötetéről, valamint ellátogattunk a szenior orvos találkozóra is. Tartsanak velünk! Szebbnél szebb kutyusokkal találkozhattak azok, akik a nyár folyamán ellátogattak Agárra, illetve Dingésre kutyakiállításra. Hogy hogyan is zajlott mindez, abból adunk most ízelítőt Önöknek. Bison háványész, tibeti terrierek és kínai kopasz kutyák is szerepeltették magukat július elején Dinnyésen az ázsiai törpekutyák és bisonok fajta gondozó egyesületének szervezésében megvalósuló kutyakiállításon. A kutyákat szakmai zsűri értékelte többféle szempont alapján. Nézik a külcsint, nézik az anatómiát, összképet és minden egyebet, és a bíró a fajta standardnek, illetve az ő véleményének megfelelően kiválassza fajtánként mindig a legszebb kutyust. És ugye ezek a legszebb kutyusok mennek tovább versenyezni, ezt nálunk úgy hívják, hogy best in show, és akkor a nap végén úgy leszűkül a létszám, hogy az egyetlen egy best in show nyertes kutya, tehát a kiállítás legszebb kutyája kerül kiválasztásra. Két kategóriában összesen 148 kutyát neveztek gazdáik a versenyre. Voltak olyan négylábúak, akik tenyésztőtől származtak, de hobbi kutyák is érkeztek a megmérettetésre. A szakértő szerint jobb, ha már minél fiatalabb korban szocializálják a kedvenceket. A kiállítási osztályok indulnak már bébi kortól, tehát 3 hónapos kortól már a csöpségek is részt vesznek a kiállításon. Ebben a korban valamilyen szempontból jó, ha jönnek, mert olyan ingereket kapnak itt tömeg, kutyusok, más gazdik, amiket máshogy egyszerűen nem lehet szocializálni, tehát ez a fejlődésében is egy pozitívum lesz. A legjobbak a nap végén értékes nyereményeket vehettek át, külön díjazásban részesültek a kölyök, felnőtt és veterán versenyzők is. Az egyik kiállításunk egy klubkiállítás, ezen belül ugye a fiatal kutyáknál van egy klubgyőztes cím, a felnőtt kutyáknál egy felnőtt klubgyőztes cím, illetve a veteránok külön megkapják, innen kikerül a fajta győztes, és akkor a fajta győztesek itt a mögöttem látható best in show serlegekért versenyeznek tovább, ami ugye a legnagyobb serlegek a kiállítás legnagyobb nyertesei lesznek. A szakértő azt tapasztalja, hogy hiába kell a kutyáknak teljesíteniük egy-egy ilyen verseny alkalmával, többségük kifejezetten élvezi is mindezt, hiszen egész nap gazdájukkal lehetnek. Kutyaugatástól volt hangos az agárdi Szabadstrand is augusztus utolsó hétvégéjén. Itt rendezték meg ugyanis a nemzetközi cacip kutyakiállítást. Mások mellett tibeti terrierek, uszkárok és boxerek indultak a szépségversenyen. Külföldről és az ország több pontjáról érkeztek az Agárdon megrendezett nemzetközi kutyakiállításra. A Szabadstrandon több mint 3000 kutya versengett a legszebbnek járó címért. A versenyre több kategóriában várták a nevezéseket. 20 darab ringben a bírók külön-külön elbírálják a fajtánként, nemenként a kutyákat, és a következő nap pedig a bírócsere. Tehát, hogyha jön egy nevező, aki jön például 3 napra, az akár 3 győztes címet is tud szerezni. Ez nagyon vonzza a külföldieknek és a magyaroknak is. A júliusihoz hasonlóan az augusztusban megrendezett nemzetközi versenyen is minden korosztály szerepeltette magát. A bébitől elkezdve a veteránig, úgyhogy akár a 4 hónapos kor, amikor megkapta a megfelelő védőoltásokat, akkor már nevezhető, és akár a 12-15 éves kutya is volt, aki veterán osztályba indult. És akkor közben vannak a fiatal, a nyílt osztály, champion osztály, munkaosztályok és a veterán osztályok. Szakértőt kérdeztünk arról, hogy érdemes elkezdeni a felkészülést, hogyan hozhatjuk ki kedvencünkből a legjobbat a nagy napra, illetve milyen nehézségek adódhatnak ennek kapcsán.
Hát, hogyha a profi kutyákat és a profi velvezetőket vesszük figyelembe, akkor ők egészen bébi kortól, már 2-3 hónapos kortól tudatosan készítik fel ezeket a kutyákat a kiállításra. Aki nem annyira profi, az valamilyen szakembertől ezt megtanulja, de mindenkinek azért hosszú heteket vesz igénybe az, hogy a kutyát egy ilyen kiállításra felkészítse, és akkor még arról beszélünk csak, hogy tudjon viselkedni a ringbe, hogy be tudják mutatni, meg tudja mutatni a fogát, szépen tudjon mozogni, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy a szőrét például, hiszen rengeteg olyan csodálatos szőrrel megáldott kutya van itt, akiknek a szőrét szintén nem hetekig, hanem akár hónapokig tart előkészíteni, hogy pont erre a nemzetközi kiállításra az olyan legyen, amilyennek lennie kell. A nagy hőségben a kutyák és gazdáik árnyékban hűsölve vártak arra, hogy sorra kerüljenek és megmutassák szépségüket mindenkinek. Az elbírálásnál több szempontot figyelembe vettek a versenyzőknél, egyebek mellett a mozgást, a csontozatot és a fogak állapotát is. Minden fajtának van egy standardje. Egy olyan leírás, ami egy feltételezett ideális típus testesít meg, és ehhez mérten kell a kutyákat minősíteni, és természetesen egymás között, illetve a minőségbeli különbség alapján történik. Hasányi Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a forróság, ahogy az embereket, úgy a kutyákat is megviseli. Így a verseny ideje alatt is fontos, hogy mindig legyen friss ivóvíze a kedvenceknek. A versengés 3 napon keresztül zajlott, már egészen a reggeli óráktól várták a szervezők a négylábúakat és gazdáikat. Augusztusban adták át a láncos szegfű ösztöndíjakat, amelyben több kollégánk is részesült. A következő percekben Kovács Szilvia kolléganőm beszélgetését láthatják Vakler Lajossal. Mindig nagy öröm, amikor Vakler Lajos kollégámmal beszélgethetek, és most egy újabb örömhírről számolhatunk be, hiszen Lajos láncos szegfű ösztöndíjjal gazdagodott idén is, ami azt hiszem, hogy munkásságára nagyon sokszor is volt már jellemző, úgyhogy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és örülök, hogy egy kicsit beszélgethetünk erről. Szervusz, szép jó estét kívánok! Azt árulod, hogy hányadszor sikerült megkapni a láncos szegfű alapítványtól ezt az elismerést, illetve hát mondhatjuk elismerésnek, de egyébként egy ösztöndíjról van szó. Hát ha utána számolok, akkor ez a 9. talán. De ez itt vegyes, tehát a könyvekre és filmekre kaptam mindez idáig. Picit meséljük el a nézőknek, hogy egészen pontosan miről szól ez az ösztöndíj. Ugye, ha én jól tudom, akkor Székesfehérvár kulturális életében tevékenykedő, akár alkotóknak, mondjuk alkotóknak, mert hát sokféle területet befed, őnekik szánják ezt az ösztöndíjat. Igen, az önkormányzat figyel arra már a kezdetektől, hogy azért Székesfehérvár kulturális élete kellően színes ahhoz, hogy valamilyen módon támogassák azokat az alkotókat, akik egyébként nem tudnának megnyilvánulni. Most ez nyilván elsősorban a könyvek kiadását jelzi, mert hogy a Vörösmarty Társaság, tehát mikor életre hívták, azzal a gonddal küszködött, hogy bármennyi is a költségvetésük, arra sajnos nem telik, hogy minden egyes szerzői gondolat megvalósulhasson. Így aztán létrehozták az önkormányzattal a Láncos Szegfű Alapítványt, és az alapítvány segít mindenkinek. Nyilván egy teljes könyv kiadása sokkal többe kerül, mint amennyit az alapítvány tud juttatni a szerzőknek, de így is komoly segítség. Milyen szempontokat figyelnek, illetve hát beérkeznek ugye a pályázatok egy év közben, és akkor mindig augusztusban, az augusztusi ünnepkörök kapcsán szokták átadni, de hogy van egy szakmai grémium, aki a pályázatokat figyeli, hogy mire szeretnétek ezt a támogatást, mi az, ami szerinted fontos nekik? Ami a lényeg, hogy ugye Székesfehérvár azért nem csak a gazdaság, nem csak a sportvárosa, hanem a kultúra városa is. És nyilvánvaló, hogy azok a személyes indítatások, amelyek egy-egy alkotást megjelenítenek a későbbiekben, fontosak. A lényeg az, hogy a város is javát lássa ezeknek. Tehát itt gondolok, hogy a filmekről van szó, vagy bármilyen fotoművészeti tárlat, vagy az én esetemben, ha egy könyvről van szó, akkor az
nem önmagamnak készül sohasem, hanem az olvasóknak, illetve mindazoknak, akik majd később szeretnének tájékozódni arról a bizonyos témáról, amit például ebben az esetben én megjelenítek. De ez mindenkinél így van. Tehát nem önző történetek szerepelnek ebben, hanem igenis megnyilvánulhat költő, író, filmkészítő, mindenki. Uh-huh. És ebben segít az alapítvány. Ugye mesélted, hogy már többször megkaptad, ugye jó sokszor ezt az ösztöndíjat, és ugye korábban is volt azért már másfajta jellegű tevékenység, amire ezt kaptad, például filmre gondolok. Igen. Egy picit mesélj ezekről, hogy mik előzték még meg a könyveidet. Hát ugye most a Fehérvári beszélgetések 5. kötet jelenik meg, de előtte már a Láncos Szegfű Alapítvány segített nekem filmkészítésben, hiszen a Szent István emlékek Rómában, illetve a Szent László nyomában Erdélyben film, amelyet egyébként a város is támogatott, hiszen tudjuk, hogy ez azért azt mondom, hogy meglehetősen drága mulatság, bár nem mulatság, hanem nagyon komoly munka, de ezekben is kaptam támogatást, és hát erdélyi filmekre is. Ugyanis ezek hiánypótló történetek. Tehát amit meg kell ragadni az alkalmat, mondom én, és ez a könyveimre is vonatkozik, a filmekre nem különben, mert az akkori és egyszeri történet. Tehát azt akkor kell megjeleníteni, hogy mindazok lássák, akik a kultúrában járatosak, vagy kevésbé járatosak, tulajdonképpen, tehát példát adunk arra, hogy miként lehet valamit, ami a magyar kultúrát jellemzi, bemutatni. És ebben segít az alapítvány, de mindenkinek. Ha jól emlékszem, akkor javíts ki, hogyha nem így van, akkor talán tavaly télen ültünk itt utoljára ebben a felállásban, igen, amikor az utolsó megjelent könyvedről beszélgettünk, a Fehérvári beszélgetések 4-ről, de lehet, hogy a 3 volt, most nem tudom, mert már nem is bírom nyomon követni. A sportkönyvről, igen. Hogy egy picit beszéljünk arról, hogy honnan jött az ötlete annak, hogy ezeket a beszélgetéseket, amiket ugye te itt a tévében készítesz nap, mint nap, tényleg nekünk van egy ilyen stúdiófoglalási rendszerünk, mesélem a nézőknek, tele van állandóan a Lajos beszélgetéseivel, és tényleg ezekből készíted el aztán ennek a könyvben megjelentetett formáját, hogy honnan jött az ötlet, hogy miért gondoltad, hogy szükséges ez, hogy ne csak megnézzék, hanem forgassák is azt a könyvet. Onnét, hogy egyre több úgymond idézőjelben sztár, tehát nagyévű pályafutást maga mögött tudó művészek jöttek Budapestről, az ország minden tájáról. És ráadásul a filmjeim kapcsán is rájöttem arra, hogy ha ezt megjelenítem írásban, akkor szívesen olvassák. Tehát ha most embereket mondok, akkor azt mondom, hogy például Takács Püspök úr élete bulvár nélkül, aki sajnos már nem lehet köztünk, ma is példa arra, mert nagyon sokan olvassák, hogy honnét indult és hogy jutott el addig, de ugyanez vonatkozik Spány excellenciás úrra, vagy a többiekre, hogy maradjon meg nekünk. Ugyanis, ha például Budapestről jönnek ide rendkívül neves művészek, és itt nem csak színművészekre gondolok, hanem szobrászok, írók, költők, és így tovább, ide jön egy bizonyos napon, és körülbelül ha jó esténk van, akkor 50-60-an veszik körül egy szerzői előadói esten, és utána elmegy. Tehát ez, gondolok, itt ugyanez volt Jancsó Miklóssal, Szakonyi Károllyal, de sorolhatnám a Kossuth Díjas írókat, rendezőket. És akkor én azt gondoltam, hogy rendben van, ha egyszer rá tudom bírni őket, hogy beszélgessünk, hiszen nem mind stúdió beszélgetés, rá tudom bírni őket, hogy kicsit korábban érkezzenek, és adott esetben a helyszínen, tehát az előadás helyszínen is beszélgessünk, akkor én azt bizony nem csak a Paletta Kulturális Magazinban, vagy esetleg a Fehérvári beszélgetésekben, hanem azt én leírom, mert az például szolgál mindenkinek. Tehát ez adta az alapötletet. És szerencsére erre nyitott volt a Vörösmarty Társaság, nyitott volt a Láncos Szegfű Alapítvány, és úgy általában nyitott Székesfehérvár kulturális vezetése is. Tehát innét indult az egész, és azóta ezt nem is hagytam abba, sőt inspirál az a történet. Nem azt akarom, hogy 10 legyen, mert ugye a Hagymási András, aki a legutolsó könyvet írta, a 4. legutolsó könyvbe írta az előszót,
az ajánlót. Ugye ő azt mondta, hogy ez a, hogy legalább hetet jósol, mert a negyedik az pont középen van, hogy ez középszó. Nem tudom, hogy mennyi lesz. Tény, hogy pontosan ezeknek kapcsán egyre több felkérést kapok, ami teljesen másról szól. Ugye most megjelenik a Fehérvári Beszélgetések 5. kötet, de hellyel közve ugye mostani gazdasági helyzet okán sajnos a sportkönyv 2. része az csak jövőre kerül az olvasók elé, de ugyanakkor még van 3 olyan könyv, amin már most dolgozom. Akkor lesz, miről még beszélgessünk még a jövőben is, de akkor maradjunk egy kicsit a Fehérvári Beszélgetések 5-nél. Ugye az előző kötetekben rengetegen voltak tényleg orvosok, színészek, közéleti személyiségek. Most kik kerülnek terítékre? Most helyek közel tematikus lesz ez a történet, ugyanis rájöttem, hogy egy bizonyos szakmát, hivatást nem mutattunk még be kellő mélységében, és ez az orvosok. És nagy szerencsémre, ugye egy-egy orvos mindig megjelent a köteteimben, Altoriai András, Derényi Gábor, Simon Gábor, Gervan Judit, Gúzaó András, de úgy, hogy egészében megmutatni az orvostársadalmat, most, hogy főleg, hogy Szent György Egyetemi Oktatókórház lett még, tehát az ország egyik vezetőkórháza, és olyan vezetéssel, mint Bucsi László, izbéki professzor és a többiek. És akkor rájöttem, hogy kaptam egy felkérést, hogy készítsek beszélgetéseket. És hogy akkor menjünk az elejére. Tehát keressük meg azokat, akik a Kuháréra idején kerültek ide Székesfehérvárra, ugye nem titok, Gógl Árpád vezetésével, aki Kuhár Ferencről az első igazgatófőorvosra egyébként maga Gógl Árpád mesél, hiszen ő már nem lett köztünk, és vegyük végig őket. És kaptam egy listát, illetve először írtam egy listát, akkor felkértem a Árpi bácsit, hogy egészítse ki ezt a listát nekem, és ő hiszen ő hozta Pécsről azokat a kollégáit, itt gondolok, itt Solt professzorra, főorvos úrra, aki sajnos szintén már időközben elhunyt, de Tán, Móricz és a többiek, aztán van a Csernavölgyi éra, hogy tudjuk meg már valóságosan, ne csak a bulvárhírekből, hogy miért ment és miként él most, illetve a Csernavölgyi korszak volt az, ami végül is oktatókórházzá tette Székesfehérvárt, aztán jött a Bucsi éra, fantasztikus orvosokkal, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy izbéki professzor, Zahártól kezdve, Rül, Hagymás és a többiek, tehát egy fantasztikus névsor. És ezeket összegyűjtöttem, ez tulajdonképpen kiadna egy könyvet, de azért nyilván nem nyugodtam bele, hiszen az elmúlt könyvekben jószerével a Vörösmarty Színház valamennyi művésze szerepelt, és most aki kimaradt belőlük, Molnár Génóra, Harádi Zsolt, és még talán 2-3 Ács Tamás, most nem tudom pontosan, még vannak 2-3, és azok, akik a háttérben dolgoznak. Hiszen mi kedveljük Mérit, Németh Mariant, kedveljük Lőrinc Zsuzsát, mint dramaturgot, de a köznép, a közönség elé soha nem kerülnek. Tudjuk már meg, hogy kinek köszönhetünk egy előadást, mert eddig mindig a főszereplő és a rendező került fókuszba. Vagy éppen másik oldalukról ismerik őket, amit nem. Így van. Nem hát, a színházhoz. És az utcán pedig elmink meg. Igenis, tehát ők nagyon sokat tesznek azért, de ugyanígy vannak a háttér emberek. Tehát, és így jött össze körülbelül az 50 név, ami a Fehérvári 5-ben szerepel. Mennyi időd van arra, hogy ezt a könyvet kiad? Hát most kész van a könyv. Most arra várok tulajdonképpen, hogy összejön a háttér teljes egészében. Fotók elsősorban, amelyek hiányoznak. Aztán hát a lektorok is lassan dolgoznak. De én azt mondom, hogy az idén meg lesz természetesen valamikor ősz folyamán. Hát remélem, hogy kinyílik a világ, és hát abban is bízom, hogy ez, sikerül időben ezt az olvasókhoz eljuttatni. Akkor a hogyan továbbról most nem kérdezek, mert abban reménykedem, hogy akkor a Fehérvári Beszélgetések 5 kapcsán újra itt fogunk ülni, és akkor beszélgetünk. Amikor itt lesz, én is várom. És akkor megmutatjuk a nézőknek is. Én is várom. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Köszönöm.
A Szent István Bazilikában rendezték meg az idei szenior orvos találkozót. Az ünnepségen az arra érdemes gyógyítóknak átadták a Szent Márton díjakat. A Magyar Orvosi Kamara székesfehérvári szervezete az országban egyedülálló módon törődik nyugdíjas korú pályatársaival. Altóriai András a szervezet kuratóriumának elnökében fogalmazódott meg a gondolat a találkozó rendszeres megrendezéséről, hogy érezzék, szükség van rájuk szakmai tapasztalataikra. Az idei 18. találkozónak rendhagyó módon a Szent István Bazilika adott otthont, ahol Spányi Antal megyespüspök köszöntőjét követően Altóriai András tett hitet szépkorú pályatársai kivételes felelősséggel végzett gyógyító munkája mellett, megemlékezett mindazokról, akik már nem lehetnek köztük, majd a Szent Márton emlékéremmel köszönte meg kollégái munkáját. Tiszteleti dolgot találtunk ki, hogy évente egyszer vendégül látjuk a szeniorokat, és akkor valami kis kulturális programmal, kis műsorral, és egy kis ünnepséggel fejezzük ki hát tiszteletünket. Na most ehhez mi készítettünk egy érmet a Nagy Benedek segítségével, aki egy Szent Márton jelenetet hát vert plakettre, és aminek különös hát érdekessége az, hogy az idén, amikor Orbán Viktor a pápánál járt, akkor Ferenc pápa is egy Szent Márton érmet adott, azzal a felkiáltással, hogy Szent Márton ugye Szavária városában született, ami persze római Pannonia részének része volt, a római birodalom része volt, és hát így úgy apostrofálta, hogy ő egy magyar ember volt, mint ti, és nagyon sok jót tett, ugye a fele köpenyét odaadta a nincstelen koldusnak, és ugyanúgy tett Magyarország is, hát ezekkel a menekült emberekkel. Na most, mi mikor 18 éve megcsináltuk ezt a programot, akkor ugyanezt gondoltuk, hogy Szent Márton azért is lesz egy jó jelképe ennek egy orvosi, de nem csak orvosi, hanem egy legmagasabb humán szolgáltatás nyújtó társaságnak, tehát ezek lehetnek nővérek, tanárok, papok, lelkészek, akik emberekkel foglalkoznak, hogy gyakorlatilag a saját idejüknek a felét azt a másikra költik. És ezért aztán így most különösen egybecseng ez a dolog, úgyhogy most mi megköszönjük azoknak az embereknek, akik eddig életük nagy részét a munkával töltötték és a gyógyítással. Az ünnep méltóságát emeli, hogy Spányi Antal megyes püspök is köszönti a jelenlevő orvosokat. Igen, hát Smohai András egyházmegyei múzeumigazgatóval beszélgettem, hogy lehetne itt egy kis közös programot megcsinálni, és akkor ő javasolta azt, hogy hát most a felújított bazilikába jöjjünk, itt tartsuk meg ezt a kis megemlékezést, és ehhez kértük a püspökatya hát kérését, vagy ehhez kértük a püspökatya segítségét, hogyha van ideje, akkor legyen jelen és emelje ennek a találkozónak a fényét. Ferenc Péter főorvos visszatekintésében azt az utat vázolta fel, amely lehetőséget biztosított az orvostársadalom tagjainak ahhoz, hogy hippokratészi esküjükhöz méltóan hasznosítsák a tanultakat a mindennapokban. Egy ilyen találkozó mindig öröm. Ez az első érzés, találkozni a régi kollégákkal, akikkel évtizedeket dolgoztunk együtt. A másik ugye a hely szelleme is megköveteli, az a hálaadás. Tele van a szívem hálával. Van miért hálát adni. Ugye egy ilyen alkalom arra jó, hogy az ember visszagondoljon, megálljon egy pillanatra és visszagondoljon a régi dolgokra. Az egyik az az, hogy hálát adni azért, hogy orvos lehettem, hogy orvosok lehettünk. Ugye 60-as, 70-es évek, nem volt egyszerű világ, 4-szeres, 5-szörös, 6-szoros túljelentkezés volt az egyetemeken, és önmagában az,
Ráadásul még egy olyan szempont, amit a mai fiatalok már nem is tudnak elképzelni, hogy az, hogy én értelmiségi származású voltam, az egy hátrány volt a jelentkezés kapcsán. Ez is egy öröm, hogy orvosként kezdhettem el szolgálni. Aztán öröm az, hogy olyan orvosi egyetemen, abban a korban olyan orvosi egyetemen tanulhattam, ahol olyan országos hírű, európai hírű professzorok oktattak bennünket, ez minden orvosi egyetemre jellemző volt, akik iskolateremtő professzorok voltak, tehát nagyon megtanították az orvostudományt. És a harmadik, ami most hirtelen az eszembe jut, az az, hogy ugye amikor mi egyetemre jártunk, akkor nekünk megtanították mindazt a medicinában, amit évszázadokon keresztül tanítottak. És utána elkezdtünk dolgozni egy olyan korban, ami a korábbiakhoz képest soha nem látott fejlődést hozott. A gyógyszerészetben, de a medicinában is. A digitális technológia, a komputertomográfia, a mágneses rezonancia technika, a pozitron emissziós tomográfia is mondhatnám. Annak idején, amikor elvégeztem az egyetemet és megkaptam az orvosi diplomámat, akkor boldog voltam és azt mondtam, hogy hát jó, rendben van, 6 éven keresztül 52 vizsgát vagy 54 vizsgát letettem, akkor én most már innentől kezdve majd dolgozni fogok, és nem kell többet vizsgáznom. Na hát ez az, ami nem jött be. Azonnal a szakvizsga, egy szakvizsga, utána még egy szakvizsga, és folyamatosan fejlődni és tanulni kell. Egyszerűen olyan világban vagyunk, hogy aki nem fejlődik, nem tanul, nem tart lépést a tudománnyal, az kimarad a rendszerből, és elmegy mellette a világ. Tehát az öröm és a hála. Az ünnepségen Altóriai András adta át a Szent Márton díjakat, amelyet az orvosokat segítő munkájukért ebben az esztendőben Spáni Antal megyéspüspök, Smohai András művészettörténész, az Egyházmegyei Múzeum igazgatója, és Szabó Pakos Györgyné önkormányzati képviselő is átvehetett, míg a gyógyítók közül Bálint Éva reumatológus, Be Mária fülorgégész, Gyuranec Miklós szülész nőgyógyász, Hetzel Sándor szülész nőgyógyász, Ignát Ildikó fogszakorvos, Répási György traumatológus, Sant Károly szülész nőgyógyász, Szűcs Marcella belgyógyász nefrológus és Tóth Tibor háziorvos és üzemegészségügyi szakorvos részesült az elismerésben. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.